Emílio egész életében harcolt a plusz kilókkal. Azt mondja, hogy ő az, aki már egy pohár víztől is hízott. Néhány évvel ezelőtt kapott egy gyomorgyűrűt. Most már több mint 40 kilót fogyott. De hát nyilván át kellett alakítani az egész életmódját, és most látni fogják, hogy milyen fontos szerepet kapott az életében a mozgás. Emílio volt már 158 kiló is. Természetesen őt sem kerülték el a túlsúly okozta betegségek, problémái lettek a vérnyomásával, de már a színpadi mozgás is nehezére esett. Elkezdett hát fogyókúrázni. Legalább 10 féle fogyókúrát kipróbált, de nem sok eredménnyel. Lefogytam 20 kilót, visszajött rám 30 kiló. Szóval ez a jó effektus, ez beindult nálam. És most a végeredmény, most 40 kilót fogytam a gyomorgyűrű segítségével, van bennem egy gyomorgyűrű, és most hallottam ezt a speciális gépet, hogy ezt most nagyon ki szeretném próbálni, mert azért vagyok itt ebben a csodálatos teremben, itt, hogy ezt kipróbáljam. Előbb egy kellemes vízpermet, ami az elektromosság vezetése miatt fontos, hiszen a víz segítségével jutnak el az impulzusok az izmokhoz. Majd indulhat a beöltözés és az impulzusok erősségének izomcsoportonkénti beállítása. Jaj, mint egy masszázs. Jaj, de jó. Jöhet. Ez jó. A precíz előkészületek és a gép pontos beállításai után kezdődhet az edzés. Emíliónak volt egy nagyon komoly combsérülése, ezért az edzésen erre külön odafigyel a személyi edző, aki gyógytornász is. Ez az edzésprogram kíméli az ízületeket. A túlsúlyos embereknek kétféle edzésprogramot szoktak javasolni. Az egyik a celluloid program, ami konkrétan a bőr felső rétegébe hat, ami a nádzsbőr ellen nagyon jó. A másik pedig konkrétan az izmokat stimulálja, az edzőprogram, és ezáltal az izom fejlesztés érhető el. És amíg a papa tornázik, a baba játszik. Emílio egyéves kislánya Vivien is megtalálta a helyét ebben a Speedbody teremben. Itt ugyanis fontosnak tartják azt is, hogy kisgyerekekkel is lehessen jönni edzésre, ezért egy külön játszószoba van a piciknek. Nem gondoltam volna arra, hogy 5 perc alatt el lehet fáradni. És kicsinált a kis barátom. Eléggé. A túlsúlyos embereknél arra is oda kell figyelni, hogy ne fáradjanak el olyan hamar, mint Emílio, és a 20 perces programot végig tudják mozogni. Egy 20 perces program ugyanis ezzel a géppel 2 órás konditermi edzésnek felel meg. Úgy csináljuk, hogy minél kisebb intenzitáson kezdjük el a gyakorlatokat, így ahogy egyre többször jön majd, mindig nehezítünk, nem egyből nagy terhelésnek tesszük ki. 5-6 alkalom után már látható a változás. Emílio előtt már van egy jó példa, hiszen felesége Tina eddig 70 kilót fogyott.